Én a kargóval azért nem kell, beszéltünk már a kargóügyről egyébként itt délelőtt, azért nem keverném ide, egyrészt mert a kargó témája az a korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos egyezkedés volt, de elmondtam délelőtt, hogy jelen pillanatban nem látunk módot arra, hogy akkor kitalált kargón segítő, meg a szartos munkavállalókon is segítő megoldást alkalmazunk. Jelen pillanatban nem tudunk ezzel foglalkozni. Én azt mondanám, hogy azzal jó ez a megállapodás, ez a probléma itt szóba kerül az érdekegyeztetésen, hogyha a kargó kapcsán születik egy döntés, ami azt mondja, hogy az a konstrukció, amit beszéltünk, valamilyen formában működtethető, akkor nyilván az fölülírja a tekintetben, a pótlás tekintetében fölülírja ezeket a kitételeket. De most abban a tudásban kötjük ezt a megállapodást, hogy a kargóval ilyen üzlet elnézés nem fog létrejönni. A kargókérdéshez sem lehet így elmennünk, hiszen abban az ügyben egyeztetett vélemény alakult ki a MÁV Kargó ZRT és a MÁV ZRT között. Nincs itt nálunk az elnökezőknek ez a kapcsolatban írott levele, de hát úgy véleménynek a tartalmát azért sokan ismerik, mi is ismerjük, ami kifejezetten azt ajánlotta a helyzet megoldására, hogy azokat a pozíciókat, amik keletkeznek a MÁV területén, és arra alkalmasak a egyébként elbocsátandó MÁV kargó munkavállalók, MÁV-nál azokat betölthetik, amennyiben nyilván orvosilag és ilyen szempontunkból alkalmasak. Az, hogy időközben bármifajta presztízs csaták okán ez a folyamat megtorpant, az valami kevésbé izgalt, inkább elszomorít. Az, hogy nem képes megegyezni a két cég, hiszen ez neki egy forintjában nem kerül, mivel a kargó kifizeti azt az összeget, amit mondjuk az előrehozott nyugdíjazás révén a más tartnak fizetnie kellene, pénzbe nem kerül, viszont tud segíteni a korábbi MÁV alkalmazottakon, mert egyrészt ugye korábbi MÁV alkalmazott, és hát a tagjainkon is. Kettőt nem tudjuk egymástól elválasztani, és ha ez a válasz marad így, akkor ezt a megalapodást nem fogjuk aláírni. Nem elegáns az, amit műveltek a kargónál nehéz helyzetben lévő emberek sorsának már kufárkodva is. Nem, abszolút nem elegáns. Volt egy egyesség, ami részben testet is öltött a november 14-én kötött megállapodásban, és hát szóbeli elígérkezés pedig több is volt így az elnök vezetőzgató részéről is. Nagyon helytelen dolognak tartom azt, hogy ennyit ér ezek a szavak, ugyanaz, hogy meg sem vettem az a söpő dolog. Nem tudjuk elfogadni a választ. Nem fogjuk azt hagyni, hogy a MÁV kargónál emiatt utcára kerüljenek emberek, holott erre nem lenne szükség. Csak azért még egyszer, mert a kiváló menedzsment, akinek ezen a feladata, ezért tanultak, ezért lettek szerződtetve, erre nem tudnak megfelelő megoldást, vagy nem akarnak találni. A MÁV-tal ZRT nyitott a kargós munkavállaló foglalkoztatás iránt. A MÁV-tal ZRT-nek semmiféle indulati, szakmai, vagy bármilyen megfontolásból nincs ellenére a kargós, egyébként alkalmas munkavállaló foglalkoztatása. Amit te egy szózatot intéztél a nagy érdemű közönséghez, azt a MÁV ZRT-nél tettnek, hogyha úgy gondolod, hogy ez szükséges. Egyébként a MÁV ZRT, az én legutóbbi tudásom szerint nem tiltott meg semmit, csak azt a verziót nem tartotta kivitelezhetőnek, amire mi is sokat vitatkoztunk, hogy a kargó hogyan tudja, vagy miként finanszírozza meg azt, hogy mi korengedményes nyugdíjban elengedhessük a munkavállalónkat, jogszerűen és úgy, hogy az mindennek megfelel. Tehát összefoglalva, ha a startnál azért, mert elmennek a 44-es szolgálati idővel rendelkező hölgyek 100 fő fölött van a létszám, és szinte mindegyiket pótolnunk kell, természetesen, ha a kargóból jelentkezik volt munkavállaló, az természetesen a startnál foglalkoztatható, nincs ilyen tilalom. Úgy van, ahogy mondtad, hogy most az a megoldás látszik, hogy most a kargónál történik, ami történik, én nem vagyok felszentelt profétája, ha ott munkavállalók létszámleépítése történik meg, és ezen munkavállalók
alkalmasak és jelentkeznek a start üres pozícióira, akkor azok jöhetnek dolgozni természetesen, semmi probléma nincs ezzel. Én úgy gondolom, hogy ebben a megállapodásban ilyet nem hallágyátok, hanem ilyet nem fogunk, kargóban nem fogunk foglalkozni. Ez volt a lényeg, az összes egy ilyen polémia volt a kargósoktól, akkor pedig az a megnyugtató válasz, hogy senki nem bírja, hogy ide jöjjenek, csak az a konstrukció nem tud működni, mert úgy ítélik meg, hogy az a pénzügyileg nem kóser a dolog, most egyszerűen mondom, tehát nem tudtunk olyan pénzügyi megoldást találni, ami jogszerű lett volna, és esetleg kiállná az utólagos vizsgálatok minden próbáját is. Én is hallottam erről a pénzügyi problémáról. Nem tudom elképzelni azt, hogy még egyszer nem tudom elképzelni, hogy erre az elmúlt hónapok során ne lehetett volna megoldást találni, akár a magasabb szinten lévő, vagy képzettebb orákulumok bevonásával is, a minisztériumra gondolok, akár a pénzügyire. Van még ilyen pénz, van pénzügyi minisztérium? Nem, hogy én, de bonyolult, nem, csak egyszer megtanulva. Igen. Tehát ezt nem hiszem, hogy ez megoldhatatlan kérdésként jelenne meg. Az, hogy a 40 év feletti létszám távozik, és felvenni a helyükre, jó, az nyilvánvaló, az rendben van, mert hiszen ott nem kell, nincsenek ilyen pénzügyi finanszírozási gondok a start részéről. De ez az kell, hogy azok a leányok ezt vállalják. Én tudom azt, hogy elemek kötelezni senki, hogy korrengen és nyugi beemenjen. De azért azt is tudom, hogy sokan szeretnének elmenni. Legalábbis eddig úgy tudtam. Ha pedig ez így van, akkor még egyszer a lélkargó, és azért nem tudnak elmenni, így tudtam, mert a más startnak nincs anyagi kerete. Ezt a keretet a Lélkargó Hungária tudja biztosítani. Ezt kinyilvánította november 14-ét követően. Az előszületett ez a megalapodás is. Az nem arra, hogy nem válasz, hogy ebben nem lehet megegyezni. Ebben nem tudtad megegyezni. Azt gondolom, hogy olyan nagy elszállás nem is volt ezekben az egyességekben. Az, hogy te, nem tudom, bárki beszélgetett a lassan útrakot kapott kapó Nagy Lászlóval, a kargónál, meg itt kivel, az nem a világ végének a lezárását hozta. Akkor tessék tovább lépni ebbe az ügyben, mert még egyszer, ha ilyen nagy igény van a jegyvizsgálókra, akkor azt gondolom, hogy a kargónál nagymértékben, és ha tetszik, hanem foglalkozni kell velük, már csak abban a tisztességből is, hogy ezek valaha vasutasok itt dolgoztak a MÁZ ZRT-nél. Az a helyzet. Ha nem is szabadja tagjaink, javarészük. Meg így akkor, ha tetszik, ha nem, de felhozzuk itt is. És tényleg az van, hogyha ebben nem tudunk egyességre jutni, akkor meg kell fontolni azt, hogy ezt így alá tudjuk-e írni, mert akkor elmegy a hajó, ugye, hogy elgurul a vonat. Most inkább az utóbbi a divat, hogy elgurulnak a vonatok. Ezek szerint az osztrák kötélezetet akaróhoz, az osztrákkal kell megegyezni, elérni azt nála, hogy ne legyen írásban nyoma annak, hogy a korengedményes nyugdíjazásra figyelemmel utalált pénzt mondjuk a másztáloknak. Hát meg az, hogy hát nem hiszem, hogy a Zsoltnak kéne... Jó. Hát ezen múlik, az mondom, ezt meg tudjuk oldani. Mindenképpen olyan megoldást kell találnunk, ami az adó és jogszabályokban nem ütközik, tehát ami kiállja az APEC-t és bármilyen egyéb ellenőrzés próbáját. Abban abszolút partnerek vagyunk, de ezt kell szem előtt tartani.